Na szóval, láthatjátok, hogy milyen borús az idő. Este az előző videó tanulsága szerint nagy volt a szél. Most itt nincs szél, de siófoknál egész fölkavarta a tavat. Nem is nagyon láttam fürdőzőket benne. Szóval így úgy döntöttem, hogy megnézem a Balatonboglárnál lévő gömbkilátót. És most éppen oda tartunk. Szabályos kamionos előzés, csak mégse. Kamionos barátaink jól nyomják. Az egyik 5-tel vagy 10-tel gyorsabban megy. Gyorsabban mehet, óránként kemény 10 km. És ha mondjuk is élnie kell a sofőrnek, akkor 10 km-re hamarabb ér egy megállóhoz, azt meg lehet érteni. Szerintem meg lehet érteni. Ez a 10 km az lehet, hogy te pisál. Ennyi. De amúgy nem szabályos. De lehet, hogy a megelmített eset áll föl, azért sírt. Meg van neki bocsájt. Meg engem úgyse tartott föl. Mert ráérek. És különben is nyaralok, ráérek, elvileg milyenek, nem szabad idegeskedni. Beletve. Siófokon, hogy kimentem a vasútjátjáróhoz, olyan folyamatosan jönnek az autók. Egyik se enged be. Kicsit erőszakosabb voltam, fogjuk rá, kitoltam az orrom, és egyszerre kipültem. Nem enged be senki, akkor muszáj, hogy megold. Ott szobrozhattál volna. Tartos törvényük. Darabig vártam, aztán megmondtam. Szóval lehet, hogy valaki kiengedett volna, de hát... Pesten is ilyen fardos törvények vannak. És kirakja a taxis a kezét, felléd akar vágni, hovaratlanul megállsz. Ez tényleg működik. Kirakod a kezedet, ha arra akarsz menni, nem engednek. De fognak engem. Nem tudom, mi ennek a trükkje, de biztos, hogy pszichológia. Nem működik. Nem mondom, hogy követendő példa. Én sokszor nem gyakoroltam, talán kétszer. Tehát valaki annak se tudja a kezét számolni. Nem vagyunk egyforma. Mennek a kocsisok. Hát sajnálom, megjött a hidegfront, de számítani lehetett rá. Viszont a Balatonnál, nem csak a Balaton, hanem a környék szépsége is megfoghatja az embert, úgyhogy amíg fürödni akartam, de mert én idő lett, egy kirándulásos nap lett ebből, mert hogy átmegyünk Tihanyba. De mi van Tihanyba? Hát akarok menni Tihanyba. Nem tudom, még megbeszélem magammal. Se vágunk be.
vissza egy 110-ig, az bőven elég. Tegnapi nap sok ilyen kis utat mentem tenni, szállás, part, 2-3 kilométeres ilyen legrosszabb dízelnek, katalizátort bekormolja. A dízel az nem városi útra van, ez ilyen minimum 20 kilométer. Remélem azért kilátóért megéri eljönni Buglárig. Jelölték ezt a nagy monstrumot mögöttem jön, mint az atom, úgyhogy visszahúzódott. Visszavasítok mindig 90-100-ig. Ezt a mostrumot se érem, de már közel vagyok. Csak kijelőzöm. Hívni. Visszajövünk. Jobbra. Visszavesszük a lovakat. Sietünk mégis. Benehezítik a lábam, azt nyomok egy ilyen szköcsöt mindig. Nem tudom még, kár, hogy nincs benne tempomat. Illetve szerintem van benne, csak nem az a felszereltségű. Kéne egy bajusz kapcsoló, meg a szoftvert aktiválni kéne. Az elektronika benne van, az szinte biztos. Még egy szériába gyártják. Gázpedál meg elektronikus, nem bordenes. Egy jeladó van benne. De hát annyit nem ér, amennyi megcsinál. 100 körül lehet. Annyit nem ér meg. Se tudnám ezt az autót mennyire lehetne eladni, volt egy kisebb törés rajta. Vannak kisebb hibái, 12 éves, motorikusan ott van. Mondjuk még rohadás sem nagyon van rajta. A 100-i talán. Na mindegy, nem gondolkodunk ezen. Majd ha ott leszünk, akkor gondolkozunk. Akkor meg lehet, hogy nem tudunk el, félmilliót nem tudok elkérni érte. Volt a GPS. Szóval 500-at nem tudok elkérni érte, akkor odaadom a ősöknek. Használják ők. Thank you.
600 méter múlva. Fordulj balra. Már bog le. Mit akarsz? Nem tudtam kitalálni. 800 méter. Nem is volt elengedett. Pedig egyenesen haladó volt neki, lett volna elsőbsége, de mindent, hogy menjek. Úgyhogy nem. Megérkeztél a célponthoz. Ja, nekem is úgy tűnik.
Feltéve, ha meg tudunk állni valahol. Megoldjuk. Király ez a hely. Remélem akadunk fel. Nincs bejáró, kapu bejáró. Teljesen jó. Csöpörög az eső. Na ez ami nem jó.